Könnyelműen vágtam neki az életnek. Nem fejeztem be a középiskolát. Azok közé tartoztam, akikhez a jó tanulókat viszonyították. Nem találtam munkát, ezért kétkezi munkával kerestem a kenyeremet. Az első munkahelyemen egy szállodában mosogattam, majd autókat mostam. Majd egy gondnoknak segítkezve felmostam. Kezdtem azt hinni, hogy a mosásban van a jövőm, de dolgoztam építkezéseken is, dolgoztam farmokon, majd az Észak-Atlanti óceán egyik hajóján is dolgoztam. 22-23 éves koromig tehát kétkezi munkát végeztem. Hányan dolgoznak az értékesítés területén? Nos, amikor már nem találtam kétkezi munkát, én is értékesíteni kezdtem. És képzeljék el, hogy üzleti pályafutásomat itt Dél-Kelet-Ázsiában kezdtem. Szingapur utcáin árultam a portékámat. Városról városra jártam Dél-Kelet-Ázsia szerte, úgyhogy pontosan tudom, milyen itt Szingapurban nyáron az utcákon árulni, amikor elviselhetetlen a hőség. Hőség, 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 sosincs hűvös. Imádkozunk, hogy essen az eső. És merős. Úgy izzadtam, hogy még el se hagytam a házat. Már is le kellett tusolnom. Nagyon keményen dolgoztam. Nem féltem a munkától, hiszen korábban fizikai munkát végeztem. És azt mondták, ha elegendő emberrel beszélek, akkor sikerülni fognak az értékesítéseim. Úgyhogy össze-vissza rohangáltam, hogy minél többen visszautasítsanak. Nem sok mindent adtam el, de tudtam, hogy sok emberrel kell beszélnem, és sokat kell beszélnem. Úgyhogy futás, futás, beszéd, beszéd. Futás, futás, beszéd, beszéd, majd nem. Össze-vissza rohangáltam, rengeteget beszéltem, az emberé pedig sorra nemet mondtak. Nem bántam, ha órájukra néztek, mert amikor ránéztek, elkezdték így csapkodni. Végül egy olyan dolgot tettem, ami az egész életemet megváltoztatta. Ezért vagyunk itt együtt ma este. Megkérdeztem egy profi üzletembert, hogy mit csinálsz másképp? Hogy sokkal többet értékesítesz. Ugyanezt a terméket árulja, ugyanabból az irodából, ugyanazoknak az embereknek, ugyanazon az áron, ötször, tízszer annyit ad el, mint én. Akkoriban még nem sok mindent tudtam az értékesítésről. Azt felelte, nos, mutasd meg a prezentációdat. Mondom, mit? Az üzleti prezentációdat? Mondom, mutasd előbb a tiedet, aztán majd megmutatom én is. Azt mondta, a prezentáció egy logikusan felépített módszer, melyekkel megkülönböztetjük a jelölteket a gyanúsítottaktól. Felmérjük az igényeiket, tartunk neki egy prezentációt, kérdéseket teszünk fel, majd cselekvésre ösztönözzük őket. Nem hittem a fülemnek. Olyan volt, mintha véletlenszerűen nyomkodtam volna a telefongombjait, és azon csodálkoztam, hogy senki nem veszi fel. Nem vette fel senki, de ez az ember elárulta, hogy az értékesítés egy logikusan felépített módszer, melyről hamarosan beszélni fogunk. Beszélt helyett elkezdtem gondolkodni. Kérdéseket tettem fel, és az emberek elkezdtek másképpen reagálni. Átgondoltam a kérdéseimet, és tényleg másképp reagáltak az emberek, és kezdtek sikeresebbek lenni az értékesítéseim. Majd feltettem neki egy másik kérdést is. Mit mondasz, ha valaki ezt mondja? Hogy kezeled az ellenvetéseket? Hogy veszed rá őket, hogy vásároljanak, ha át akarják gondolni? Megválaszolta a kérdéseimet. Minden kérdésemet. Majd elkezdtem másokat is kérdezgetni, és elkezdtem az értékesítés témájában írodott könyveket olvasni. Nem is tudtam, hogy léteznek ilyen könyvek. Tudták, hogy több mint 4000 könyv íródott az értékesítés témájában? Hetette 2 új könyv jelenik meg, 2 főbb könyv és 5 kisebb. És üzletemberként nem olvastak még ilyen könyveket? Nem hittem a fülemnek. Elmentem a könyvesboltba, vettem néhány könyvet, és reggelente egy-egy órát olvastam ezeket az értékesítéssel kapcsolatos könyveket. Jegyzeteltem, kipróbáltam a technikákat, leteszteltem őket. Ha valami nem működött, akkor átgondoltam, újabb módszereket találtam ki, amik néha még jobban is működtek. Aztán elkezdtem értékesítéssel kapcsolatos kazettákat hallgatni. Azt hittem, itt a mennyország. Fogalmam sem volt, hogy hanganyagok is voltak ebben a témában. Tudják, hányan gazdagodtak meg így, hogy miközben kocsikáztak vagy sétálgattak, kazettákat hallgattak. Akkoriban még nem volt kocsim. De volt egy ilyen kis, nyakba akasztható Sony Walkmanem. Fülhallgatóval hallgattam, így a fejem körül. Reggel felkeltem, elkezdtem hallgatni, és memorizáltam a szavakat. Az az érdekes, hogy ez a programom, az értékesítés pszichológiája, a világ legkeresetebb üzleti oktatóanyaga.
Az utólagos felmérések szerint semmilyen más anyag nem tett még annyi embert milliomossá, mint ez a program. Az emberek azt mesélik nekem, hogy addig hallgatják az anyagokat, amíg kívülről nem fújják a mondatokat. Amikor meg az ügyfelek mondanak valamit, szinte maguktól jönnek a szavak. Azt mondják, azért sikeresek az értékesítéseik, mert emlékeznek a mondatokra. Ugyanígy raktározza el agyunk a mondatokat, mint a nyelvet magát. Amikor egy adott nyelven beszélünk, akkor sem kell keresgélnünk a szavakat. A helyes válaszok be vannak programozva, jóval azelőtt, hogy megírtam volna a saját programomat. Hallgattam ezeket a kazettákat, és a mondatokra emlékezve ugrásszerűen megnőttek az értékesítéseim. És csak nőttek, nőttek, elkezdtem hát előadásokra, meg tanfolyamokra járni. Óriási távokat tettem meg, hogy részt vehessek ezeken az előadásokon. És az előadóktól tanultakat a gyakorlatba is átültettem. Hadd osszak meg önökkel egy érdekességet. Sok-sok éven át tanulmányozták a sikeres emberek életútját, és megfigyelték a viselkedésüket. Mi az, amit a sikeres emberek másképp csinálnak, mint a többiek? Az egyik dolog az, amire rájöttek, hogy a sikeres emberek cselekvésorientáltak. Ha van egy ötletük, azonnal cselekszenek. Ha valami újat tanulnak, azonnal kipróbálják. Szokták mondani, mi van, ha nem működik? Ha nem működik, derüljön ki gyorsan. Van egy szabály, miszerint próbálják ki gyorsan, hogy hamar kudarcot vallhassanak. Hiszen két dolog történhet. Ha kipróbálnak egy új ötletet, mi az a kettő? Mi az a két dolog? Nem beugratos kérdés, megmondanám, ha az lenne, de nem az. Vagy működik, és ha működik, akkor gyakrabban kell alkalmazni, vagy nem működik, ebben az esetben vagy abba kell hagyni, vagy addig kell módosítani, amíg nem működik. Az egészben az a nagyszerű, hogy azzal nem veszített semmit, hogy új dolgokat kipróbál. Rengeteg tanulmány készült a sikeres emberek módszereiről. Ha egy ablakon keresztül figyelnénk embereket csoportját, onnan tudnánk megmondani, kik a sikeresek közülük, hogy folyamatos mozgásban vannak, új dolgokat próbálnak, aktívak. A sikertelen emberek pedig arra várnak, hogy maguktól rendeződjenek a dolgok. Olyan, mintha egy busz nélküli utcában várnánk a buszra. Várnak a buszra, de a buszra sem jön. A sikeres emberek mindig cselekszenek. Úgyhogy, ha csak annyit tesznek, hogy többet cselekszenek, már is sikeresebbek lesznek. Ma nem fogok erről beszélni, de van önök között olyan, aki szerencsés szeretne lenni? Mondják, hogy igen. A jó szerencse nagyon fontos részét képezi a kínai kultúrának. Igaz? Ezért kedveljük a jáde követ. Miért is kedveljük? Mert a jáde képviseli a szerencsét. Jó. Éveken át foglalkoztam ezzel, és az a helyzet, hogy ez nem szerencse, hanem a valószínűség törvénye. A valószínűség törvénye azt mondja, ha feldobunk egy érmét, 50% az esélye, hogy fej lesz, 50% hogy írás lesz. A valószínűség törvénye azt mondja, ha hazafelé vezet, akkor bármi megtörténhet. Elég nagy a valószínűsége, hogy biztonságban hazaérünk. Annak pedig kicsi a valószínűsége, hogy baleset ér minket. Amikor az emberek megházasodnak, megvan az esély rá, hogy sikeresen és boldogan élik életüket. De arra is, hogy nem. A biztosítások, életbiztosítások is valószínűségekre épülnek. A statisztikákra. Hogyan legyünk saját szerencsénk kovácsai? Úgy, hogy több dolgot próbálunk ki. Nagyon egyszerű, az élet olyan, mint egy darts játszma. Ha csak egy nyílat dobunk el, a valószínűség törvénye szerint nagyon kicsi rá az esély, hogy eltaláljuk a tábla közepét. Ha viszont nyílat nyíl után dobunk, mi történik egy idő után? Először is, még ha idióta is az ember, előbb-utóbb eltalálja a táblát. Aztán, ha az ember sorra dobálja az egyik nyílat a másik után, még ha idióta is, akkor előbb-utóbb eltalálja a közepét. Nem igaz? Úgyhogy, ha megnézzük a sikeres embereket, azt látjuk, hogy teljesen hétköznapi emberek. Egyszerűen csak több dolgot próbálnak ki. Próbálkoznak, sokkal aktívabbak. Értékesítéseik kapcsán többet telefonálnak. És egyszerűen több dolgot próbálnak ki. Íme egy érdekesség. Ha nyilakat dobálunk a táblára, hányszor vétjük el a közepét? Az esetek többségében. A dolgok java általában nem működik. Tény, hogy a sikeres emberek sokkal többet hibáznak, mint a sikertelenek. Más szavakkal, minél több nyilat dobálunk, annál több lesz a melléfogás. De nem ezekre kell fókuszálni. Íme a szabály. Ha 10 nyilat dobhatna, és 9 garantáltan félre menne, próbáljon meg 9 dolgot az életben, 9 telefonhívást, amiből 9 hívás, a hívások 90%-a garantáltan kudarc lenne, de az a maradék egy lenne a nagy találat. Ha a 90%-os sikertelenség garantálná a 10%-os sikert, az mit is jelentene? Azt jelentené,
hogy a világ egyik legsikeresebb embere lenne. Nem igaz? Csak annyit kellene tenni, hogy pak, 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 pak. Más szavakkal növeljék a valószínűséget. És amikor mások majd azt mondják, hogy hú, öregem, mekkora mázista vagy. Nem vagyok mázista, csak több emberrel beszéltem, több dolgot próbáltam ki. Minden egyes próbálkozás egy újabb nyíl. Minden egyes könyvvel, minden egyes kazettával újabb és újabb nyilakat gyűjtünk be. Így több nyilat dobhatunk el. Egy sok nyilat rendelkező átlagember sokkal sikeresebbé válhat, mint egy kevés nyilat rendelkező zseni. Ez nagyon fontos. Kicsit eltértem a lényegtől, de úgy lesznek saját szerencséjük kovácsai, ha több nyilat dobálnak, több dolgot próbálnak ki, és azt teszik, amit ma este is, eljönnek ilyen eladásokra. Az én feladatom, hogy nyilakkal ruházzam fel önöket, hiszen az a törvény, hogy annál sikeresebb lesz, minél több dolgot próbál ki. Az ember egy tanuló organizmus. Minél több dolgot próbálunk ki, annál többet tapasztalunk, amiből aztán tanulunk is. Tudatosan és tudat alatt is tanulunk. Észre sem vesszük, de folyamatosan tanulunk. Állandóan tanulunk. Úgyhogy amikor olyan dolgokat próbálunk ki, amik nem vezetnek sikerre, akkor is tanulunk. A kudarcokból egyébként is sokkal gyorsabban tanulunk, mint bármi másból. A sikerekből nem igazán okolunk. A kudarcokból azonban rohamos ütemben tanulunk. Megégetjük a kezünket? Húha! Gyorsan tanulunk. Megosztok önökkel egy történetet. Ez egy montanai történet. Kaliforniában, az USA-ban, Montanában rengeteg birkát tenyésztenek. Van egy fickó, aki az apjától örökel egy birkafarmot. A város azonban egyre terjeszkedik, és a birkafarm területén is felvásárolják, hogy házakat építessenek. Tehát a fickó jó pénzért eladja a farmot. Úgy dönt, hogy a pénzzel zsebében elmegy Los Angelesbe, jó messze van, körülbelül, mint ide Bangkok. Úgy dönt tehát, hogy elmegy Los Angelesbe, a nagyvárosba. Életében nem járt még nagyvárosban. Most, hogy ennyi pénze lett, ne akarja nézni ezt a nagyvárost. A farmon kívül nem járt még sehol. Megveszi át a repülőjegyét, felszáll a gépre. Egy üzletember ül mellette, a laptopjába merülve dolgozik. Kicsit sután érzi magát, hisz ő csak egy egyszerű parasztember. Ez az üzletember meg itt dolgozik mellette a laptopján. Kínjában így keresztbe is rakja a lábát. Igen ám, de észrevesz a nadrág szárán két odaszáradt birkaürüléket. Nézi, majd lenyúl, a kezébe veszi így, de nem tudja, mit tegyen vele. Kicsit szégyeli magát, körbenéz, az üzletember meg megkérdezi tőle, mi van a kezében. Azt mondja, mi? Hát azt mondja, mi van a kezében? Azt mondja, semmi. Ne vicceljen már, mi az? Gyíkok, tabletták. Miféle tabletták? Azt mondja a fickó. Okos tabletták. Azt mondja, okos tabletták? Azt mondja, igen. Egy tárgyalásra megyek Los Angelesbe, és mindig hozok magammal egy-két tablettát, hogy okosabbakat mondjak ezeken a tárgyalásokon. Azt mondja erre az üzletember. Én is egy fontos tárgyalásra megyek. El kellene néhány ilyen tabletta, adjon belőle. Azt mondja, nem hiszem, hogy ízlene magának. Azt mondja, nem, már kettő van magána, adjon belőle egyet. Szükségem van rá, fontos tárgyalás lesz, azt mondja. Rendben. Úgyhogy odaadja neki az egyiket, az bekapja, és azt mondja, ez olyan, mint a birkaszar, mire a másik. Látja, már is okosabb lett. A mai nap célja, hogy önök is okuljanak. Na, szóval elkezdtem kérdezgetni, hogy egyesek miért sikeresebbek másoknál. És megtanultam, hogy ez az ok-okozati törvény miatt van. Az ok-okozati törvény az élet legnagyszerűbb törvénye. Lényeg, hogy mindennek oka van, minden okkal történik. A siker nem a véletlen műve, és a sikertelenség sem. Ha sikeres akar lenni, boldog, anyagilag független, ha el akarja érni a céljait, az nem szerencse vagy véletlen kérdése. Azt kell tennie, hogy keres egy olyan embert, akinek egykor nem volt birtokában az, amire most ön vágyik. Döntse el, hogy mit akar, keressen valakit, akinek régebben ez szintén nem volt a birtokában, és kérdezze meg tőle, hogy mit tett azért, hogy megszerezte. Kövesse a példáját, és meglátja, hogy az eredmény nem a véletlen műve lesz. Amikor ezt megtanultam, az egész életem megváltozott. Tehát, ha megtesszük ugyanazokat a lépéseket, amit a sikeres emberek is megtettek, ugyanazokat az eredményeket fogjuk elérni, mint ők. Derítsék ki, mit tettek a legsikeresebb üzletemberek. Kövessék a példájukat, és mindezt addig csinálják, amíg azokat az eredményeket el nem érik, amiket ők. Amíg ugyanannyi pénzt nem keresnek, olyan autójuk nem lesz. Én is ezt tettem, és működött.